Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Lipták Péter vagyok. A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek Dombóváron. A városvezetők és önkormányzati képviselők Mindszenty bíboros szobránál helyezték el koszorúikat. 2001 óta február 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Dombóváron a városvezetők Pintér Szilárd polgármester és Kerényi Zsolt alpolgármester, valamint Futó Péter és Bognár László önkormányzati képviselők helyezték el az emlékezés koszorúit Mindszenty bíboros szobránál. A kommunizmus áldozataira emlékezünk, és ez egy szörnyű korszaka volt a magyar történelemnek, és hát rettenetes dolgok történtek elsősorban az 50-es, 60-as években, de egyébként később is, csak talán finomultak a módszerek eddigre. És egy ikonikus alakja ennek a kornak, a mögöttünk látható Mindszenty József bíboros, illetve az ő szobra, rettenetes kínzásoknak vetették őt alá, és nekem a megrázó az ő történetében az, hogy nem szabadott őt meggyilkolni, hanem mindig pont a határig mentek el, hogy még éppen ne halljon meg. Egyébként mindenkinek ajánlom a Fehér Vértanú című filmet, ami egy félig meddig dokumentumfilm formájában dolgozza fel az ő életét, és aki ezt végignézi, az megismerheti az ő nagyszerűségét, és ugye nem véletlen, hogy a boldog avatás, illetve szentély avatása is folyamatban van, mert fantasztikus példát mutat ő, azt gondolom, hogy mindenkinek. Mindszenty üzenete pedig az, hogy milyen fantasztikus emberi tartással lehet még egy ilyen szörnyű korban is elviselni a szinte elviselhetetlen dolgokat. Bebörtönzések, kivégzések, kényszermunkatáborok, kínzások vártak azokra, akik áldozatul estek a rendszernek. A diktatúra világszerte közel 100 millió ember életet követelt. Dombóváron megtörtént a műszaki átadása annak a műfüves pályának, mely helyet biztosít majd a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak, és alapja lesz a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Eszterházi Szakképzőiskolájában szerveződő sportosztály foglalkozásainak. A város vezetése eközben döntéshozott arról, létrehozza a Buzánszki Sportközpontot. Ezek a felvételek azon a rendezvényen készültek, melyen minden érintett egy asztal köré ült, hogy egyeztessék egy sportosztály indításának lehetőségét a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Eszterházi Szakképzőiskolájában. Bükkösdi Olga, az intézmény vezetője akkor elmondta, minden lehetőséget biztosítanak a tanulóknak a magas színvonalú sporteredmények elérésére és a szükséges tudás elérésére. Mi egy nagyon széles spektrumú képzési kínálattal rendelkezünk, és nagyon-nagyon jól felkészült pedagógusaink vannak abban a tekintetben, hogy mindenféle különböző előképzettséggel hozzánk érkező tanulókat nagyon-nagyon jól fel tudnak készíteni, akár egy szakmunkásvizsgára, akár egy érettségire. Úgyhogy mi nagyon örülünk neki, hogy minket választottak be ebbe a programba, mert én azt gondolom igazgatóként, hogy valóban felkészültek vagyunk arra, hogy egy ilyen egyéni tanrenddel meg tudjuk támogatni ezt a sportprogramot, ami most itt alakulóban van a városban. Miközben a sportosztály szervezése zajlott, az infrastruktúra fejlesztés is elindult az iskolában. Elkészült egy műfüves labdarúgópálya, mely több funkciót is ellát majd a város életében. Nagyon örülünk neki, hogy ezt most sikerült összehozni. Ez egy 40 millió forintos beruházás, aminek jó részét, több mint 10 millió forintot a dombovári önkormányzat állt és adott hozzá ehhez a pályához. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy most itt végre megvalósulhatott, mert hát az előző városvezetés egy kicsit negatívan állt hozzá ahhoz, hogy itt egy ilyen pálya alakuljon, de azért mi úgy gondoljuk, hogy ez elsősorban a városi lesz majd. Tehát a városi kispályás labdarúgó bajnokságokat szeretnénk itt lebonyolítani. Emellett a pálya a már említett sportosztály igényeinek kiszolgálója is lesz a szomszédos sportcsarnokkal együtt. 13 konkrét jelentkező van, és egyébként magára a sportosztályra 20-an. Tehát ez azt jelenti, hogy 13-an biztosan fotballozni szeretnének, és a többi 7 pedig mindenféle más sportban szeretné magát kipróbálni. Tudnilik nem konkretizáltuk azt, hogy most ebbe a sportosztályba csak kifejezetten focisták. Bárki, aki úgy gondolja, hogy a sport az életének egy nagyon fontos része, szívesen láttuk és fogadtuk, és nekik is biztosítjuk az egyéni tanrendet, hogyha abban a sportágban kiemelkedő. Egyelőre 13 focista van, de még van egy második körünk,
tehát még úgy gondoljuk, hogy ennél többen lesznek ebben az osztályban. Eközben a városi önkormányzat döntést hozott arról, létrehozzák a Buzánszki sportközpontot. A műfes focipályának a műszaki átadása a múlt héten megtörtént, de nyilván ez a fejet nem zárult be, hiszen a konténeröltözők helyezése folyamatban van, illetve nagyon szeretnénk még a májusi megnyitóra egy 72 főhelyes mobil ellátót is kialakítani. És nyilván elhozott Buzánszki Jenő nevel, akire méltán büszkék a dombaváriak. Legutóbbi testületülésen megszületett a határozat, természetesen a család hozzájárulásával, hogy a Hemi udvarában található csarnok és műfős pálya Buzánszki Jenő sportközpont nevet viselheti. A dombovári focisuli a következő TAO pályázatán pályázik egy ilyen 3,5 millió forintos 56 fős lelátóra, és most szerencsésen úgy alakul a helyzet, hogy nem kell hozzá őrész, tehát önmaguktól meg tudják ezt pályázni, és hát meg is mutatták a látványtervet, hogy ide pont eltérne, és erre ők pályáznak. Tehát kifejezetten a dombovári focisulinak köszönhetjük, hogyha lesz. A dombovári városi bajnokság résztvevői mellett a sportosztály induló tanulói számára is kiemelkedően jó körülményeket biztosít majd a város és az iskola arra, hogy megőrizzék egészségüket és hírnevet szerezzenek a városnak a sportsikerek elérésével. Az új műfüves labdarúgó pályán az első mérkőzésre a tervek szerint májusban kerülhet majd sor. Elérte a koronavírus járvány harmadik hulláma Dombóvárt. A város két oktatási intézményét is arra kötelezte az operatív törzs, hogy digitális tanrendre álljon át. Az egyik iskola diákjainak 40%-a volt már karanténban a bezárás előtt, míg a másik iskola tanári karának közel fele dőlt ki. Kiürültek a tantermek a dombóvári József Attila általános iskolában. Az operatív törzs március 1-ével digitális oktatást rendelt el az intézményben. A legfőbb oka az, hogy nagyon sok a hiányzó gyerek. Az 537 fős intézményből 224 hiányzónk volt pénteken, ez több mint 40%-a a tanulóinknak. A hiányzások a többféle lehet, egyrészt valamiféle betegség, valamilyen felső légúti megbetegedés, de sajnos előfordul az, hogy családtag fertőződik meg, és ő miatta kerülnek a diákjaink karanténba, illetve a pedagógusaink betegednek meg, és így kerülnek osztályok karanténba. Jelenleg 7 osztályunk van hatósági karantén alatt otthon. Ugye számukra azt jelenti, hogy otthon elhagyási tilalom vonatkozik rájuk, de digitálisan tanulnak tovább ők is. Én azt gondolom, hogy a szülők zöme azért aggódik a saját gyerekéért és a családjáért, és nyilván sokan döntenek úgy, hogy otthon fogják, ugye szülőigazolásokkal van is erre lehetőségük. Hát aggódik mindenki nyilván a saját családja egészségéért. Jelenleg a pedagógusaink közül 2 vannak fertőzöttek, de szerencsére olyan egészségügyi állapotban vannak, hogy otthonról tudnak órákat feltölteni a rendszerbe, és nem okoz problémát. A kollégák meg eldöntik, hogy ha szeretnék, akkor innen az iskolából is le tudják adni a tananyagot, de mindenki rendelkezik ehhez megfelelő informatikai eszközzel, és otthonról is tudják a gyerekeket tanítani. Az iskolában tanuló 27 osztályból 7 volt karanténban az átállás előtt. Továbbra is szolgáltatjuk az adatokat a hiányzásokról, és akkor meglátjuk, hogy a döntés mi lesz, hogy esetleg meghosszabbítják, vagy úgy döntenek, hogy ez az egy hét leállás elegendő ahhoz, hogy egy kicsit kiszellőzzünk, vírus valahogy egy kicsit alább hagyjon. Nagy Bersényi Miklós sok olyan híres volt a jó szívéről, mint hirtelen haragjáról. A dombóvári belvárosi általános iskolában épp olvasásórát tartanak azoknak a kisdiákoknak, akiknek szülei nem tudták megoldani a digitális oktatás miatt fennálló helyzetet, így igényelték az iskolai felügyeletet. Az intézmény vezetője elmondta, hogyan vészelték át az eddigieket. Nálunk az első pozitív pedagógus október végén derült ki, és gyakorlatilag ott karácsonyi 2 hónap alatt 13 kollégánk fertőződött meg a COVID-19 vírussal, de szerencsére akkor gyerek megbetegedés nem történt. Abban a 2 hónapban nagyon-nagyon nehéz heteket éltünk. Volt úgy, hogy egyszerre tanítottunk online az otthon lévő éppen karanténba kerülő gyerekeket, mert ugye a pedagógusok miatt ők karanténba mentek, és az itt maradó gyerekeknek pedig itt személyes oktatást biztosítottunk az iskolába. Arra törekedtünk, hogy működjön az iskola, hiszen rengeteg szülő nem tudja megoldani, hogy elhelyezze valahová a gyerekét, nekik munkába kell menni, és ezért dolgozniuk kellett. Az alsót azt végig működtetni tudtuk egy hét kivételével. A felső tagozatos osztályok többször kerültek néhány napra online oktatásra vagy karanténba. Sajnos úgy alakult a helyzet, hogy
Karácsony előtt már 13 Covid pozitív pedagógusunk volt, és jött hozzá az egyéb őszi felső légúti fertőzés, úgyhogy karácsony előtt egy héttel az egész iskola online oktatásba került egy hétre. Aztán elérkezett ez a tavaszi időszak, úgy február elejéig nagyon jók voltunk, azt gondoltuk, hogy minket nem érhet el újra már a vírus, vagy legalábbis reménykedtünk ebben. És aztán február végén, és most így itt március elején azt tapasztaljuk, hogy két hét alatt újra 7 Covid pozitív pedagógusunk van. Most már a gyerekek körében is megjelent a fertőzés. Egy házi orvos már nagyon régóta tesztel egy gyerekorvos, a Bátori doktornő, és ő több gyerekünket kiszűrte pozitív fertőzéssel, és gyakorlatilag két hét alatt most már több gyerek és több felnőtt is beteg. Hétfőn úgy indultunk, hogy az 52 pedagógusból, akik teljes állásban dolgoznak, 20 pedagógus nem tudta felvenni a munkát, mert vagy felső légúti megbetegedés, ami most nagyon gyakori, vagy egyéb megbetegedés a Covid megbetegedések mellett. Úgyhogy jelenleg az egész iskola hétfőtől online oktatásra tér, tehát egy hétre, most ezt tudjuk, és a számok függvényében és alakulásában dől el, hogy a jövő héttől hogyan fogjuk folytatni az oktatást. Az igazgatónő elmondta, hogy már 5 napja kérvényezték a digitális átállást, azonban az operatív törzs csak március 1-én 8:45-kor küldte az engedélyt. Akkor már itt voltak a gyerekek, viszont mi azért jól szoktunk működni, egy nagyon jó kis csapat dolgozik itt, úgyhogy szombat-vasárnap mentek az én igazgatói leveleim a kollégák felé, és a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az iskola Facebook oldalán, úgyhogy azt megszerveztük, hogy hogyan tartunk oktatást. Vasárnap kétségbeesésben azt találtuk ki, hogy mivel jó idő lesz hétfőn, ezért az a 21 néhány pedagógus, aki fel tudja venni a munkát a 24 osztályban, ők projektnapot fognak tartani a gyerekekkel, és egy tavaszváró zöldövezetes projektnapot tartunk. Az eligazítás megtörtént itt reggel 7:30-kor az iskolában a kollégák felé, és pont mérték fel már az osztályokban a hiányzó létszámot, hogy hány gyerek beteg, hányat tartanak vissza a szülők, mert meg kell mondjuk nagyon sok szülő fél a betegségtől, és él azzal a jogával, hogy otthon fogja a gyerekét néhány napra vagy egy hétre. És ekkor érkezett a hír, hogy értesíthetjük hivatalosan a szülőket, hogy mehetnek online oktatásba. Az igazgatónő hozzátette, azt veszi észre a megbetegedett kollégáin és a gyerekeken, hogy ez a vírus sokkal agresszívebb, mint a második hullám idején. Nagyon betegek, nagyon magas lázuk van, ágynak estek, és nagyon-nagyon küzdenek ezzel a betegséggel. Ugyanez igaz a gyerekekre is. Eddig ugye nem tapasztaltunk gyerek Covid pozitívot itt az iskolában, most azonban a gyerekek is betegek. Most volt online órám itt 3 osztállyal, az egyik aranyos kisgyerek bejelentkezett, mondta, hogy most már jobban van, de egy hétig ő is feküdt, és nagyon magas lázzal küzdött. De egy teljesen véletlen középkori Európát tanítottam, és a pest is, a kolera, meg a lepra, a járvány került terítékre egy 5. osztályban. Természetesen a gyerekek azonnal kapcsoltak, hogy most meg koronavírus van. Akkor is elmúlt, most is elfog, csak teljesen máshogy és más populációkat és más létszámot érintve. Mi azt szeretnénk, hogy ne legyen annyi halott, mint a középkorban. Azt szeretnénk, hogy ne legyenek szövődmények, és hát igazán azt is szeretnénk, hogyha mi tartjuk itt a frontot az iskolában, pedagógusok, akkor minél hamarabb kaphassunk mi is védőoltást. Úgy gondoljuk, hogy valós igény a társadalom részéről, hogy nyitva legyenek az iskolák, de mivel 50 pluszosok vagyunk, nagyon-nagyon félünk attól, hogy komoly következménye lesz annak, hogyha elkapjuk ezt a vírust, vagy meg sem tudjuk jósolni, hogy ki hogy vészeli át. Én is nagyon várom, hogy kapjak egy lehetőséget arra, hogy felajánlanak számomra egy védőoltást, és akkor kicsit megnyugodva jöhessünk az 500 gyerek közé. Ugyanis ez napi 500 gyerek, az 500-szor több kontakt, mint hogyha csak egy igazgató irodában egyedül dolgozom. A röplabda népszerűsítése és megszerettetése, valamint az utánpótlás nevelése céljából alakult meg 2012-ben a Dombóvári Amatőr Röplabda Klub Szabadidős Egyesület. A sportágnak nagy hagyománya van Dombóváron, hobbi szinten korábban is űzték a mozogni vágyók. Az egyesület megalakulásával szervezett keretek között zajlanak az edzések, és a fiatalok két korosztályban is versenyeznek a különböző tornákon és bajnokságokon. Nagyot álmodott az a 10-15 felnőtt hobbi sportoló, akik 2012-ben megalapították a Dombóvári Amatőr Röplabda Klub Szabadidős Egyesületet. Akkor még hobbi szinten űzték a sportágat, de már szervezeti formában, komoly célokkal és tervekkel. Ahogy a neve is mutatja, ez az eleinte csak hobbi szinten működött, tehát egy ilyen tényleg szabadidő hasznos eltöltésére jöttünk létre.
és hát ahogy idősödött a korosztály, így egyre inkább éreztük azt, hogy szükség lenne az utánpótlás nevelésre is, illetve a fiatalabb korosztály megszólítására. Terveink között szerepelt az is, hogy a röplabdát egy kicsit visszahozzuk a Dombóvárváros életébe, hiszen a 50-es évek közepe, 60-as évek végén elég szép kultúrája volt a városnak. Előtte ugye 49-ben alakult a szakszövetség, és pár évre később már Dombóváron is mondogatta szárnyait. A 2015-ös és 16-os év mérföldkőnek számított az egyesület életében. Az Újdombóvár iskolába, ahol akkor kaptunk helyet edzéseinek, elkezdtük a gyermekeknek a foglalkoztatását is. Hát kezdetleges szinten, kezdetleges eszközökkel éppen a mi rendelkezésünkre állt, de egy ilyen szerint 10-12-14 fővel megindultunk. És hát ennek így folyamatosan ment a híre, illetve hát mi is tettünk érte, szülő értekezletekre bekopogtattunk, és folyamatosan próbáltuk bővíteni a létszámot. Néhány évvel később újabb lépcsőfokot léptek, meséli Borús Gábor. 2018-19-es évadban már az MRS programjához csatlakozva, ez a Volley 2020-as program, ott több csapattal is részt vettünk, és próbáltuk felkészíteni a gyerekeket a későbbi bajnokságban való részvételre. Az egyesület jelenleg 55 gyermek és 15 felnőtt leigazolt játékossal büszkélkedhet. Két korosztályban összesen 19 fiatal lép pályára országszerte röplabdatornákon és bajnokságokon. Az egyesületünk fő célja egyrészt a gyermekek sportolásra való kedvét meghozni, illetve a röplabda megismertetése, megszerettetése a gyermekekkel. Ezen felül pedig nyilván a versenyeztetés és a lehetőleg minél jobb eredmények elérése. Heti háromszor tartanak edzéseket, a kitartó munka pedig meghozza gyümölcsét. Tavalyi évben, hát igaz, a pandémia miatt az már nem tudott lezárulni, de akkor ilyen pillanatban a harmadik helyen szerepelt a korosztályos válogatottunk U13-ban. Most pedig két forduló után egy második és egy első helyen tudunk büszkélkedni, úgyhogy nagy reményekkel várjuk a következő fordulókat is. Ezt a kupát az U13-as korosztály csapata szerezte meg február 14-én, a Nemesvámoson szervezett röplabdatornán arattak győzelmet a lányok. Az egyesület Dombóváron is rendez bajnokságokat. Minden évben tervezünk és szervezünk is bajnokságot városunkban. Ez általában tavaszi időszakban, február vége, március elejét jelenti az első verseny, ami egy mixtorna szokott. Reméljük, hogy áprilisban esetleg ezt még meg tudjuk rendezni. Hát április 10-11-i hétvégén lesz itt a Karászi teremben egy U13-as bajnokság keretében egy negyedik forduló megrendezve, tehát most nem kell utaznunk, itt helyben rendezhetjük. És ezt követően nyáron sem áll meg az élet, hiszen ilyenkor kivonulunk a homokra, és a strandröplabda szerelmeseinek is adunk lehetőséget a sportág űzésére. Nagyon szép, hogyha valaki tévébe nézi, könnyednek tűnő játék, ám bár nagyon nehéz elsajátítani és tanítani is, de mi nem elsősorban a versenyzésre helyezzük a hangsúlyt, hanem a gyermekek fizikális és úgymond mentális felkészítésére is, hiszen ez annyira összetett, mint a figyelemre, koncentrációra is összpontosul, labda, ügyesség. Egy hajdan volt tűzet újult meg a napokban Dombóváron. Az átadón Pintér Szilárd polgármester azt mondta,
hogy új vállalkozások nyílnak a városban, jelzi, hogy megvan a bizalom a gazdasági élet szereplőiben a jövőt tekintve. Láthatóan a szolgáltatást igénybevevők is bíznak abban, hogy az élet visszatér a régi kerékvágásba, és újra igénybe veszik majd az egészséget megőrző lehetőségeket. Ebben az üzlethelyiségben régen is kereskedelmi és szolgáltató tevékenység zajlott. Most teljesen átalakulva a szépségipar vette birtokába, és hozott ide magas minőségű ellátást biztosító üzletet. Pintér Szilárd polgármester azt mondta, fontos tenni annak érdekében, hogy nőjön a helyiek komfortérzete. Talán nem a legszerencsésebb időpontban döntött ennek a fejlesztésnek a végrehajtásáról, de én bízom benne, hogy Dombáron egyre több ilyen vállalkozó kedvű ember fog lenni, és bízom benne, hogy a pandémiának előbb-utóbb vége lesz, és újban leindul az élet, és a dombaváriak komfortérzetéért mindent elkövetnek, hogy a városban lakók minden szolgáltatást itt tudnak igénybe venni. A Solarium vezetője azt mondja, az volt a cél, hogy nemzetközileg is jegyzett minőséget biztosítsanak a dombaváriaknak. Világ minden országában, ahol ilyen szolárium szalonok találhatók, ugyanazt a minőséget, ugyanazt a dizájnt és ugyanazt a szolgáltatás csomagot kapják a vendégek, ezért egy nagyon biztonságos és nagyon magas színvonalú hálózatról beszélünk. Az üzlet több vállalkozó és szakember számára nyújt munka lehetőséget. A beindulással 14 ember foglalkoztatása történik meg az új szalonban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!